Az építkezést megelőző tervezési munkálatok már 2014-ben megkezdődtek. A kivitelezés ezt követően egy fél évet vett igénybe. A közműkiváltás mellett a forgalom alatti munkavégzés jelentette a legnagyobb kihívást az építők számára. A Beregi térség bevezető szakaszának az egyik legbalesetveszélyesebb pontja volt a 41-es Vásárosnaményba érkező szakasza, ahol nem csak a Olcsva felől érkező, Mátészalka felől érkező autósok érkeztek a útkereszteződésbe, hanem a Molkutból kijövő és bejövő forgalom is igen sok balesetet okozott az utóbbi években. A körforgalmat hivatalosan ugyancsak szeptember 1-én adták át, az autósok azonban már néhány nappal ezelőtt birtokba vehették. A körforgalom jelentőség abban is rejlik, ugye ilyenkor egy kicsit mindenki lelassít, de mégis folyamatos átjárást fog ezáltal biztosítani. Én azt hiszem, ahogy az autópálya ráfordul a 41-es egy körforgalommal, ugyanakkor kivezeti a várost a 41-es egy másik körforgalommal. Nagyon fontos, hogy végre a harmadik is megépüljön, hiszen három magyar igazság. A körforgalom megépítésével közel 2200 köbméter földet mozgattak meg, és 1100 tonna aszfaltot építettek be az elkészült csomópontba. 276 millió forintból valósult meg a közlekedési operatív program keretében a biztonságos kereszteződések átépítését célzó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium programjában. Ugye egy 8000 járműegység per nap forgalommal járó kereszteződésről beszélünk, amely esetében az utóbbi 5 évben 26 baleset történt, ezért indokolt volt ennek az átépítése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kölcsén és Nyíregyházán az orosi városrészen már befejeződtek a körforgalmak építési munkálatai, ezt követően Apagynál szeptemberben tervezik egy hasonló kereszteződés átépítését.